Köszöntöm Önöket, ez a Tónusok, a Pécs TV kulturális magazinja. Mai adásunkban megismerkedhetnek a bőközben indult színházi sorozattal, valamint a 25 éves Simple English zenekar történetéről is beszélgetünk. Tartsanak velem! Október 13-án hallhatta a közönség a 25 éves fennállását ünneplő Simply English zenekart a Művészetek és Irodalomházában. A jubileumi koncerten az együttes korai szerzeményei és leghíresebb dalai csendültek fel. Vendégeim a stúdióban Andy Rouse, az együttes alapítója, és Horváth Zsombor, a Simply English jelenlegi hegedűse. Sziasztok, köszönöm szépen, hogy eljöttetek. És múlt héten nem biztos, hogy mindenki eljutott a Művészetek és Irodalom házába, de egy 25 éves jubileumi koncertet lehetett hallani, mi azért ott voltunk, és ennek kapcsán beszélgettünk veletek, hiszen 25 év egy együttes életében azért elég jelentős mérföldkő. Nem rossz. Ja. Nem rossz. Te, mint alapító tag, mind a 25 évről tudsz mesélni. Zsombor pedig, te mióta csatlakoztál a bandához? Én pont 10 éve idén. Dupla jubileum. Nagyon szerettem, és most is szeretem a zenéteket. Arról beszélgettünk, hogy ugye az egy érdekes történet, hogy itt Pécset, Dél-Dunántúlon, Magyarországon egy ír népzenét játszó együttes ilyen hosszú időt megéljen. Nem ír. És még csak nem is ír. Tehát van még mindig sok olyan dolog, amit tisztáznunk kell a Simple English-sel kapcsolatban, hogy pontosan milyen zenét játszatok, és egyáltalán hogy jöhetett létre itt Pécset egy ilyen együttes. Hát nyilvánvaló sokat lehetne mondani. A kettő fontosabb része szerintem az, hogy valamikor a 80-as évek vége felé a Szélkiáltóval csináltunk egy, az én csináltam egy közös felvételt, akkor még azt hiszem megyei tanácsnok hívták, és nem is önkormányzat, úgyhogy ez mondja az évek számát. Angol kisgyerek dalok. Ez egy koprodukció volt az egyik kolléganőmmel az egyetemen, egy kis füzet is volt, és elég sokat utaztunk. És nem tudtunk, amikor érkezünk egy bizonyos helyre, hogy mindenki fog tudni angolul, senki nem fog tudni angolul, gyerekek lesznek, nem lesznek gyerekek, tanárok lesznek. Úgyhogy fölépítettünk egy műsort, aminek az egyik része az volt, hogy az Andy majd egyszólamozik. Aztán egy idő után mondtam a Béla, a Fenvesi Bélának, hogy na, hát pengesél egy pár akkordot legalább, mert hát ez talán pici idegen ennek a közösségnek. De ez volt az egyik ág. A másik az, hogy én már benne voltam, ugye a 90-es évek abszolút elején volt egy kis ilyen kelta zene érkezés Magyarországra, invázió azt hiszem, és úgy kezdődött, hogy én tanítottam az egyetemen, brit történelem óra végén láttam, hogy az egyik pasi egy számomra nem biztos, hogy milyenféle hangszertakkal leállítottam, kérdeztem, hogy mi van benne? Mandolin. És milyenféle zenét játszik? Mondjuk ír. És hol szoktak játszani? Most van a második próba. Jöhetek? Jöhetsz. Na jó van, és így bekerültem a Folktown Drumba, hogy már kiderült, hogy te is emlékszel, hogy milyen volt akkor. Ez egy nagy formáció volt, ilyen féle zenének. Azt hiszem 80 voltunk, mikor a legnagyobb, de sokáig ilyen 7-en voltunk. És emlékszem, hogy egyszer a Vörösmárti téren fölléptünk, én lejöttem a színpadról, a szabadtéri színpad persze, és egy lány jött felém, és mondja, hogy tulajdonképpen Andy, te ír vagy skót, és akkor próbáltam nagyon picire összehúzni magam, szóval elnézést, én csak angol vagyok. És aztán rájöttem, hogy én ugyanúgy egy idegen népnek a zenét játszom, mintha próbáltam volna mondjuk egy magyar tánc együttesbe kanalazni, vagy valami. És miért nem bátorkodok a saját zenémmel foglalkozni? Amúgy is csináltam, ilyen egyszólom módon. Volt egy nagyon érdekes eset, amikor Bélával meghívták minket a Grácz Egyetemre, a osztrák-angol baráti társaságra. Ilyen öreg bácsik lejöttek a hegyekből, ilyen viaszolt bajuszokkal, és nyilvánvalóan a második világháború után maradtak a kis ilyen
Mädchennel, és akkor nem is kellett. És volt, aki soha nem ment vissza Angliába, és énekeltem ezek az étnagok, és sírtak. 40 éve nem hallottak az a zené. Úgyhogy úgy kezdtünk a Felmesi Bélával, gyakorlatilag, hogy egy másik műsornak egy része, aztán kaptunk egy-egy szóló meghívót, például egy szabadtéri a Fema parkolóba, azt hiszem a Sandy után volt. De jött ez a pont, amikor kérdezték a plakát miatt, hogy és hogyan hívjátok magatokat. És odáig meg nem jutottunk, viszont én tudtam, hogy a Photon Drum szervezés, a föllépés szervezés nagyon bonyolult. 7 embernek kapcsolatba jutni, amikor még mobiltelefon se létezett akkoriban, nem volt egy könnyű dolog. Viszont a Bélával csak elé, rájössz Béla? Ráérek. És azért Simply English, mert könnyű volt a szervezés, és azért meg ketten voltunk, és nem kellett más csinálni, csak énekelni gitár kísérettel. Ez bőven elég exotikus volt. Ezt nem szabad elfelejteni, hogy akkoriban, a korai években sokáig, ugye a Vízin Antus dolgozott a Pécsi Kulturális Központban, és ott a, hogy hívták, ott a színház téren volt a Dominikánus házba. Abszolút rendszerességgel népzenei estek voltak. És mindegy volt, hogy görög, vagy angol, vagy Timbuktu, vagy ilyesmi, a pécsi népzenei szeretők tudták, hogy az a hely, ahol azt hiszem szerdán kint valahogy úgy lehetett menni és hallani ezt a féle zenét. Egy pár évvel ezelőtt, csak kontrasztként mondom, meghívtunk, ugye van egy őszi eseménysorozatot, amit az elmúlt 10 évben gyakorlatilag mi szervezünk, és egy angol profi tengerész énekes áthívtunk. És mivel ugye hát a tengerész dal az úgy van, hogy van egy szóló, ő irányította volna a munkát a hajon, és akkor a többiek viszonylag hosszú refréneket. És mivel egyedül jött, akkor összehoztam egy pár embert, aki refrént énekelne, benne volt a Béla. Pedig ez egy nagy szám volt, mert ő nem szeret ezt a féle nézi feladatot, de jött. Mondta, hogy sokan vagyunk, és értelmetlen szövegekről van szó, csak kell, hogy sokan legyünk. És a végén mondjuk egy művészeti háza féltelt állapot, azt mondja, Andy, te tudod, hogy 10 évvel ezelőtt, ha meghívtál volna azt az embert, akkor nem csak a művészetek háza tele lett volna, hanem a Széchenyi téren sorba álltak volna, hogy lehessen bejutni. Úgyhogy az a 25 év élet, az elmúlt éveknek az egyik része, az azért egy bizonyos ilyen triumf féle valamit, mert nehézebb és nehézebb, ha úgy rakunk magunkat alternatív műfajokba, szerezni közönséget. Ha semmi más, akkor lapnak a CD-ket és ráraknak a YouTube-ra. Ilyen dolgok ellen kell küzdeni. Úgyhogy hát az a rövid válasz, mindig adok rövid válasz, ha egy könnyű kérdés volt. Egy angol népzene, és se ír, se skol, se velzi. És még mindig, ha megyünk egy tévéstúdióba, azt mondanak, hogy ír. Lehetséges egyébként azért, mert hogy a... Tehát amikor a rendszerváltás után ugye kinyíltak a kapuk nyugat felé, és bejöhetett egyebek mellett a Nagy-Britanniának a zenéje is, és akkor szerintem ezt most így nagyon diplomatikusan fogalmaztam. Nem, tehát az ír talán, ami a legexotikusabban hangzott, vagy szerették azt mondani, hogy ír népzenét, vagy legismertebb talán. Yeah. Zsombor, te hogy találkoztál egyébként ezzel a zenével? Te 10 éve zenélsz ugye NDA-kkel, tehát elmondhatjuk, hogy a nagy triumf után azért az élet nem állt meg, és lám-lám van fiatal tag, aki erősít benneteket. Hiszen azt mondta Andy, hogy most már nehezebb közönséget találni, de azért mégis vannak olyan fiatalok, akik azt mondják, hogy mégis érdemes ezt a zenét kutatni, művelni és zenélni is. Igen, én alapvetően én többféle népzenével vagyok így, ezzel a hozzáállással, hogy kutatni, művelni, tanulni, és most már tanítani is.
Hát én 15 éves voltam 2003-ban, amikor a népzene közelebb jött hozzám, illetve én is még közelebb kerültem hozzá. Pici koromtól nálunk otthon nagyon fontos volt a népzene. Viszont 15 éves koromban bekerültem egy zenekarba, és ez a Vizin zenekar volt, az Antus zenekara, ez eleve már elhangzott a neve, és tánccsoportnak zenéltem, és már egy jó 7-8 éve foglalkoztam így a elsősorban a baranyai, tehát a helyi horvát közösségek zenéjével, és már megszoktam azt a fajta munkát, hogy nem arról van szó, hogy megtanulunk, beülünk egy próbaterembe, kottára megtanulunk valamiféle szerzeményt, és akkor azt magunk örömére vagy mások örömére előadjuk, hanem itt ebben van egy másfajta misszió, ugye, hogy ezt hogyan műveljük. A táncosoknak való zenélés nagyon fontos lett nekem, ez a táncházas dolog. És hát így, én így bekerültem Pécsen abba a körbe, ahol mindenki ismer, mindenki zenészek vagyunk. A magyar zenészek, a magyar népzenészek, a horvát, vagy szerb, vagy a balkáni zenéket játszó zenészeket ugyanúgy ismerik. És ez egy eléggé tág kör, és a Simply English-nek aki 2010-ben még az egyik zenésze volt, ő nekem így ismerősöm volt, mint zenész. És amikor ők elköltöztek, Németországba költöztek, akkor valahogy az én nevem szóba jött, hogy jöhetnék akkor helyette a helyét kitölteni, és ezzel együtt egy kicsit változtatni a zenekar hangzását. Mm-hmm. Tehát akkor... Tomi is már azt csinálta, szóval ez fontos, mert ugye... Zajzon Tamásról beszélünk. Zajzon Tamiról, igen, mert ugye kezdtünk azzal, hogy csak a Béla volt. Na, az Élkiáltanok valamikor, nem emlékszem, hogy 15 vagy 20 éves, vagy hány éves, de nagyon-nagyon sok föllépésük lett, és a Béla mondta, hogy bocsi, Andy, de hát kettő zenekorban nem tudok, de majd propagáljunk valami más. Akkor jött a búcsú, a Babarci búcsú. Aki annak idején minden baranyai zenekorban volt, azt hiszem. és akkor amikor a Béla kilépett, hozzászoktak, hogy hárman vagyunk. És akkor a Tomi visszajött, ugye ő is a Photon Drumnak az egyik tagja volt, neki volt az a fura tok annak idején, amikor elsős angol szakos hallgató volt, és rögtön, ahogy abban az esetben három viszonylag jó énekes összejön, és Isten tudja hány hangszer, akkor már nem elég csak énekelni egy baladát, vagy egy vicces dalt, vagy valami olyasmi, hanem azért dolgozni kell rajta, és akkor kezdődött igazániba, hogy kezdtünk fúrni, faragni a dalnak az alapjai között, és meg és saját, kisajátítani, hogy ez a miénk. Mindig vigyázva, azt hiszem, hogy soha nem csináltunk csúnyaságot egy dallal, hogy degradálva lenne, de most már sokkal bátrabb vagyunk. Szóval például a legfrissebb CD-n van egy 17. évszázadi balada, amit abszolút nem a 17. évszázadnak a zene életből van. Vagy amikor 10 évesek voltunk és csináltunk a Shakespeare CD-t, amit ez fantasztikus volt, az mindenhova vitt minket, Romániától, Angliába, Belgiumon keresztül. És gyakorlatilag egy havai gitár kísérlettel csináltunk az Ophelia-nak a dalát. Szóval ezeket a dolgokat mindig próbáltunk kihozni valamit, amitől ez Simply English, és az ember messziről tudja, hogy ez mit csináltunk. A másik oldal az, hogy a másik életemben, amikor a professzorikus szakállomat húzom, illetve most már nem, mert friss nyugdíjas vagyok, az látszik különböző felvételeken, mert mindig van egy-kettő szám, amit
soha nem játszanának egy népzenei fesztiválon. Azt én ott direkt önző módon csinálom, hogy amikor bemegyik a tanterembe, akkor lehet nyomni. Szóval például 1785-ös áfa bevezetésről egy utcai baladát, ez annyira nem mondjuk központi témájú van, de van felvétel most már, és nem tűnt el az a dal, amit szerintem fontos. Ami még fontos ebből, hogy említetted, hogy 14. 15. századiak a legkorábbi balladák, uh-huh. amiket ti játszatok. Most van lírák, lírák 17. századi, de uh-huh. ezek szerint egyik sem ugye saját szerzemény. Akkor mi az, amit ti hozzáraktok? Áthangszerelitek őket, ugye más hangzásvilágba csöppennek bele ezek a dalok, de például egy Shakespeare CD-vel kapcsolatban, ott azért az mégis valamilyen szinten saját szellemi termék, nem? Tehát aztán, hát, mindenképpen. Hát megvolt a szöveg, és ti raktátok hozzá, ugye? A zeneszerzők is ti voltatok, akkor ezt el lehet mondani, hogy ez mégis saját szerzeményünk? Igen, kivéve, ha az Artisius akar rakni pénzt tőlünk, és akkor azt írunk, hogy hagyományos. De szerintem mindenki abszolút tisztában van, hogy aki föllép, szerintem egy szólamú ember, aki csak föláll és énekel egy balladát, ez egy saját szerzemény. Ahhoz nem kell se hangszer, se szövegváltozás, se semmit, mert kezdjük azzal, hogy mindenkinek a torka máshogyan működik. Valaki kedveli a magas hangokat, valaki tudja, hogy nagyon erős, ha csinál egy mély hangot, azért a sebesség, azért Beethoven 9. szimfóniának egy felvétele, mindegyik egy saját szerzemény, ami teljesen más a többiekhez képest. Hiába le van írva minden. A repertoárt azt te állítod össze, te találod meg azokat a... Nagyjából igen. És ti mit szóltok hozzá? Egyetértetek általában azzal, hogy Andy irányít benneteket, vagy vannak azért... Pastorral. Néha előbújok az asztalról. Nem. Az úgy néznek ki, az elején nekem az volt a feladat, hogy sokat meghallgassak, hogy milyen munka folyt itt, mi ez a hangzás. Az nekem nem volt soha szempont, hogy olyat próbáljak imitálni, ami egyszer volt, és akkor olyan legyen a hangzás, amilyen mondjuk az Ajzontomi idejében. Már alapvetően én elsősorban vonós hegedűs vagyok. Persze pengetős hangszereken is szoktam játszani, viszont nyilván a legfontosabb itt a repertoárnak mondjuk a 95%-a azért énekes zene. Dalok, balladák, hogy itt a dalból indulunk ki, annak a világához, és ahogy ezt az Andy elénekli, ahhoz kell megtalálni azt a szint, a kíséretbe, az atmoszférát. Az énekkel együtt, nem mindenki szoktuk tudnánk, leírni. Tudnánk leírni, de nem írunk. Le tudnánk kottázni, ezeket nem szoktuk lekottázni. Én eleve olyan zenésznek gondolom magam, olyan zenész vagyok, aki tényleg, amikor megszólal ez a dolog, ez az ének, akkor hát nyilván kíséretként gondolok magamra, de ez inkább egy olyan hagyomány, ahol mivel az ének itt a legfontosabb, nekem egy új funkciót kell találnom a hangszeremmel emellé. Tehát nem arról van szó, hogy akkordokkal csak lekísérem, hanem itt egy játék van. Nagyon sokszor egy párbeszéd alakul ki a dallam hangszer és az ének között, és igyekszünk ennek ezt tényleg maximálisan kihasználni, hogy lehet ezzel játszani. De végül is a népzenének mindenféle zenének ez volna a lényege, a beszéd, a párbeszéd, az, hogy kommunikál a zene, de ebben a műfajban, ebben a szabadabb műfajban ezt nagyon jól ki lehet élni. Lehet, hogy minden nemzetnek megvannak a sajátosságai, de az alapok azok mindenhol így ugyanazok, és szerintem előbb-utóbb, hogyha találkoznak, akkor megvannak azok a kapcsolódási pontok, hogy gyakorlatilag nemzetközivé lesz az egész, és akkor talán itt jön a zenei multikulturalitás. World music. Valami hasonló irányba lehetne. Igazából a funkció az első, és több funkciója van, ezek párhuzamosan együtt ott élnek a zenében. Nyilván itt mindig arról van szó, hogy egy közösséget
szolgál, egy közösség használja, és ezek nyilván egy korábbi, inkább vidéki társadalom, a vidéki világon, a falusi közösségeknek, de nyilván Magyarországon ez a magyar népzenére ez nagyon jellemző, ahol korábban jelennek meg a polgári közösségek, ott kialakul a városi népzene, ami az iparról szól, akár témájában is. Mm. Tehát az is népzene. Tehát Írországban, ha azt nézzük, ugye az utazó cigányzenének, a karavánosoknak a zenei világa, ők kiszolgálják, ők abból élnek, kiszolgálják a helyeket, ahogy utaznak, de ez az egész Európában, brit szigeteken is ugyanígy, vagy a Nagy-Britanniában is megvan. Csak az a kérdés, hogy ahogy elérkezünk 19.-20. századba, hol mi marad meg jobban, hol mi marad fönt jobban, hol kell többet kutatni ahhoz, hogy megtaláljuk még azt a réteget, és hogy mik azok a közösségek most, akik ezt még használják. Valaki gondolkodik rajta, hogy ezt használni kell, mert el fog veszni, de valahol meg még ösztönösen, még nem is kell gondolkodni rajta, mert megy a dolog magától. Ilyen különbségek vannak, de az, hogy utána, ha már műveli az ember, hogy mi lesz a funkciója, akkor visszajut oda, hogy a közösséget fogja egyben tartani. Viszont ez a zene, ez szerintem megköveteli a személyes jelenlétet, tehát teljesen más egy koncerten ott lenni és élőben hallgatni, mint bármiféle hordozó segítségével közvetette részese lenni, de van-e létjogosultsága most ennek, vagy mennyire veszitek észre, hogy átalakult a közönség, aki elmegy még a koncertre? Milyen sok koncertetek van, vagy észrevettétek ti is, hogy számszerűleg esetleg kevesebb lett? Milyen új lehetőségek nyíltak meg, vagy csukottak be előttetek? Szerintem én csak egy nagyon rövidet mondok, és akkor erre. Én csak az eredeti funkcióhoz visszatérve ennek kapcsán mondanám, hogy az az ideális, az optimális, és azért van ez az egy térben, egy időben dolog nagyon hangsúlyos helyen itt, mert van három dolog, ami nagyon, nagyon szervesen összekapcsolódik. Ez hogyha zenélünk, éneklünk, és esetleg ott a tánc is, mondjuk balladáknál ez nincs, de meg a szongoknál, de hogy ezt senki nem mondja meg, hogy ki csinálhatja abban az adott, tehát nem csak a hivatásos zenész csinálja, hanem ott énekelnek vele többen. Tehát ez ahány népzenében én bele kaparintottam, ott mindenhol az van, hogy a hallgatóság az együtt énekel, tud énekelni, és úgy érzi, hogy neki ezt kell is csinálnia. Tehát ezt azért nagyon nehéz véghez vinni, hogyha nincsenek egy térben és egy időben. Ez lenne a számomra az ideális végső cél, hogy mindenkit olyan szinten... Mindig. Tehát... Ha megteremtjük, egyébként van, nagyon könnyű elérni azt a ingerelni az embert, hogy megérezze, hogy neki is jól esik ezt csinálni. Még akkor is, ha nem érti a szöveget. Én nagyon sokat halandzsáztam életemben. Persze azért az a cél utána, hogy az ember meg is értse, hogy miről énekel. Most itt nem az angolról beszéltem, hanem a másféle népzenéknél, de már az is, hogyha még nem is érted a szöveget, de énekled, már az is olyan szinten máshogy von bele téged. De most ezt ugye online nehéz megtenni. Ott már egy kicsit inkább marad az, hogy misszió, marad az, hogy fenntartjuk a dolgot, hogy jelen maradunk, mint zenekar élünk tovább, de gondolom Andynek is. És hát persze van egy része, legalább a Zsombival úgy érzünk, hogy magunknak is csinálunk. Szóval ez nem csak... Valószínűleg, ha egy másik országban lennénk, csak mondom Anglia, mert nem ismerem mást annyira. Lehet, hogy nem is, még fél profik se neveznék magunkat, és szerencsére egyikünk se él 100%-a a zenéből, bár Zsombi valószínűleg több, mint én. De ugye egy olyan országban, ahol az ember maximum 37 órát dolgozik, és friss, amikor vége van a munkahét, nagyon-nagyon jó zenészek, énekesek vannak, és nagyon sok klub
van meg olyan lehetőség. Az embernek amatőr módon, és az alatt úgy értem, hogy szerelemből, nem az, hogy nem jól, összejön. Ahol például a Táncház Magyarország az ugyanaz nagyjából, mint a Népdal Klub Angliában. Szóval az, hogy hetente találkoznak, és ők a 60 ember esetleg is körbe mennek, és mindenki énekel egy-egy dalt. Viszont ott is, ugye, amikor van lehetőség és hazamegyek, nem a zenekorral, hanem egyáltalán, és tudok bekanyarodni egy Népdal Klubba, ugyanazokat az arcokat látom, csak annyi évvel idősebb, mint amikor utoljára voltam ott. Mi az, ami mégis tovább viszi a szimbolizmusnak? Szeretünk csinálni. Ahogy mondom, szerencsére nem 100%-ig élünk belőle. Üresebb lenne az élet, ha nem csinálnánk. Kreatív. Ugye? Hogy Zsomi mondta, hogy ez, ahogy összerakunk egy dalt. Amikor volt róla szó, hogy fuha, hát veszélyben van a legfrissebb koncertünk egyáltalán, ami mondjuk némi, szóval jó pár hónap késéssel lett egyáltalán, annyit dolgoztunk kettesbe, hónapokon keresztül mondta, hogy tudom, ha a gitáros nem is tud lejönni, azt mondják, hogy csak egy városon belül lehet közlekedni, hogy van. Nagyjából most már odáig vittünk a repertoárnak egy nagy része, hogy hegedűklő zének. And a good dog too, I holds her in my keeping. Me dog and me, we goes out at night while them gamekeepers lie sleeping. One night me and my old dog did go for to get some education. I've jumped a hare and away did run right into the old plantation. She had not gone, no, but very far, my dog, she stops her running. Oh, help me, the heady cry, wait a minute while the boss, he's a-coming. Well, then I did get out the old penknife, and then and there I did paunch her. She turned out one of the female kind, how glad I am I've caught her. I picks her up, then I screws her down, I holds her in my keeping. I says to me dog, well, it's time to be a-going while them gamekeepers lie sleeping. Away then me and my old dog did run right down into the town. I took that hare to a neighbour's house and I sold her for 1 crown. Then I went into a public house and bought some ale quite mellow. I spent that crown, I and another one too, don't you think I'm a stout-hearted fellow? I got this dog, you see, and a good dog too. I holds her in my keeping. Me and me dog, we goes out at night while them gamekeepers lie sleeping. Csurka István Deficit című művét mutatta be a Zentai Magyar Kamara Színház Kémesen október 10-én. Az előadás az Andrásfalvi Bertalanról elnevezett országos kulturális közművelődési turisztikai mintaprogram keretében érkezett az ormánsági faluba. A folytatásban számos minőségi kulturális produkciót láthatnak a Bőköz Fesztivál 4 települése, Szaporca, Kémes, Tésenfa és Dráva csehi lakói.
Később az ország más részeire is kiterjeszthető közművelődési mintaprogram indult Ormánságban a Bőköz Fesztivál nyomán. Az Emberi Erőforrások Minisztériuma és a Nemzeti Kulturális Alap támogatásával létrejött Andrásfalvi mintaprogram egyik célja, hogy minőségi kulturális programok, színházi előadások, előadói estek jussanak el az ormánsági falvakba. Az előadásokat a Malom program szervezi, amely egy igazi, valamikori malomról kapta a nevét. Az elnevezés 2009-ben született, amikor hosszas-hosszas kezdeményezés után én Jászberényben, mert akkor ott éltem, egy befogadó színházi programsorozatot indítottam el. Ez azt jelenti, hogy az előadóművészeti törvénynek megfelelően évi 60-65 előadást vittem abba a kisvárosba, és az eredetileg Malom Magtár épületének épült épületbe történt mindez, amit már akkor moziként funkcionált, úgyhogy a Malom elnevezést innen indul, de hozzá szoktam mindig tenni, mert nagyon mostuhák a körülmények. Ugye nem véletlen, hogy máig az egyetlen befogadó színház a vidéki Magyarországon, amelyik egész évben működik, mert nem olyan egyszerű ezt működtetni, de azért Malom, mert a Malomnak a köve akkor is lisztet jár, illetve a Malom akkor is lisztet jár, ha nincsen neki köve. Tehát ezt hozzá szoktam mindig tenni, tehát ez egyúttal a sorsunkat is mutatja, de hát most már 2009 óta 11. színházi évadot kezdjük itt most a Bőközben is. A Malom eredetileg befogadó színház, vagyis olyan épület, intézmény, amely más színházak produkcióinak bemutatására alkalmas. A Malom révén ilyen utazó előadások érkeznek a Bőköz falvaiba. A Malom program része lett annak az Andrásfalvi Bertalan országos mintaprogramnak, amelyet Pataki András kezdeményezésére az idén indítunk útjára, és Andrásfalvi Bertalan szíves engedelmével és büszkeséggel vállaljuk, hogy adta hozzá nevét, mert ennek az a lényege, hogy itt ebben a négy szomszédos ormánsági faluban a kulturális alapellátásnak a teljes pillérét szeretnénk felmutatni. A Bőköz Fesztivállal indult, ami ugye néhány napos esemény, és a mi célunk az is, hogy ez a néhány nap egy egész évre kihúzódó esemény legyen, tehát ne csak néhány napig legyen egy kiemelt programsorozat, hanem a hétköznapjaink is legyenek emelkedettek, legyenek megszentültek, tehát hogy ezt folyamatosan tudjuk tartani, és így emelkedjünk életminőség szintjén is. A szervezők azon dolgoznak, hogy három hetente a négy település, Kémes, Szaporca, Tésenfa és Drávacsehi egyikén legyen egy olyan színházi előadás, olyan produkció, amely minőségi élményt nyújt. S bár a bőközi színházi évad még csak most kezdődött, a cél világos. Tudom, hogy milyen a fogadtatása, tudom, hogy nagyon gyorsan elterjedt, hogy csak jó előadások érkeznek, és hogy szép számú nézősereg tud kialakulni, tehát egy idő kell ahhoz, hogy a közönség nagyjá felnőtté váljon, és ehhez ez egy kicsi folyamat, úgyhogy tehát a befogadó színházi program részéről, közönség részéről, mint szervező részéről, mint művészeti vezető részéről nekem az a feladatom, hogy a közönség igény és tudat szintjét emeljem, és ez csak jó műveken keresztül lehetséges. Kémesen Csurka István Deficit című színművét láthatta a közönség a Zentai Magyar Kamara Színház előadásában. A darabot Szilágyi Tibor rendezte, aki maga is több száz alkalommal bújt a főszereplő X bőrébe. Nagy megtiszteltetés volt vele dolgozni. Én azt nagyon csúnya lesz, amit mondok, de ezek a nagyon nagy öregek, és ezek a nagyon nagy művészek, és nagy emberek, hát sajnos, ne legyen igazam, de nem sok időnk van még ezektől az emberektől ellopni valamit, mert igazából azt mondják a színházban, hogy jótól lopni nem bűn, sőt, kell is. Úgyhogy a színészmesterség az olyan, hogy a jótól minél többet megpróbálunk lopni, és lehetőséget kapni arra, hogy a Szilágyi Tibortól ellopjon az ember valamit a mesterségből, az egy nagyon nagy megtiszteltetés. Nagyon jó volt vele dolgozni, nagyon nagy élmény volt, rengeteget anekdótázott, rengeteget mesélt, nem csak erről a darabról, nem csak erről a próba folyamatról, hanem arról a világról, arról a Magyarországról, arról, abból az időből, az akkori színházi világról, az akkori politikáról, akkori színházi politikáról, ami a 60-as években játszódott, ugye amikor játszódik ez a darab,
és nagyon sokat tanultunk tőle. Igen, több százszor játszották, megközelítőleg 400-szor, 8 évadon át, mai napig tudja a szöveget, fejből, betűről betűre, úgyhogy nem lehetett lazsálni nála, nem lehetett csak úgy félig mondani a szöveget, tudni kellett mindent. És hát voltak ilyen nagy igazságok és nagy bölcsességek, megmaradt nagyon, hogy mondta, hogy ő neki mindegy, ő neki szövegkönyvvel is jó a bemutató, példánnyal a kézben, csak igaz legyen. És igazából ez volt a szép, hogy ennek a darabnak és ezeknek a figuráknak és a viszonyoknak az igazságát megtalálni. Egy olyan darabban, egy olyan történetben, ami a 60-as években játszódik, a szocializmus kellős közepében, Magyarországon, holott mi ezt az előadást Vajdaságban készítettük, ugye akkor az Jugoszlávia volt, és akkor teljesen más világ volt, a szocializmus teljesen mást jelentett nálunk, és teljesen mást jelentett itt. És ennek a párhuzamát megtalálni, és ennek az érdekességét, és ennek a mondani valóját, az egy nagyon érdekes feladat volt. A Zentai Társulat rendszeresen tájol. Élvezik és szeretik a folyamatosan változó helyszíneket és közönséget. Nálunk otthon a Vajdaságban működik egy Tanya Színház nevezetű színház. Ez egy vándorszínház, mely 78 óta működik, melynek az a célja, hogy eljutass a színházat olyan településekre, ahol különben tényleg nem nagyon férnek hozzá a kultúrához az emberek. Azok az emberek évente egyszer látnak színházat, akkor is csak, ha a Tanya Színház meglátogatja őket. Úgyhogy én ezt 8 évig csináltam a Tanya Színházat. Az Andrásfalvi mintaprogram keretében novemberben újabb előadások érkeznek Bőközbe a Mallon program segítségével. Ez volt már a Tónusok, köszönöm figyelmüket. Tartsanak velünk jövő héten is. Viszontlátásra! Készült a médiatanács támogatásával a Magyar Média Mecenatúra program keretében.